Atlétika, asztali tenisz, karate és még sok más izgalmas sporttal találkozhattak a gyerekek a Dombóvári Sportág választónapon. Itt a Dombóvári Sportszövetség 27 egyesülete mutathatta meg magát a helyi és környékbeli fiataloknak. Az eseményen 5 óvoda, 4 általános iskola és 3 középiskola vehetett részt. A közreműködők mozgásintenzitásukat egy pontgyűjtő füzetben vezették a későbbi összesítéshez. Egy sportintenzitás, ez lényegében 10 perces aktív mozgást jelent, tehát ha valaki kipróbál bármelyik sportágat és mozog 10 percet, akkor a kis füzetecskéjébe, ahol szerepel a neve és az iskolának a meghatározása, ott kap egy bélyegzést, egy aláírást, és a végén ez alapján mérjük, hogy az iskoláknak mennyi volt a mozgásintenzitása és a gyerekeknek mekkora volt a mozgásintenzitása. Mint említettem, a gyerekek egyénileg is vannak díjazva, és az iskolák közt is van verseny. A sportok kipróbálása mellett agytornára is volt lehetőségük a diákoknak egy szellemi vetélkedő keretein belül. Az iskolák és óvodák összemérhették ügyességüket egy sorversenyen is. Az eseményre vendégek is érkeztek, köztük Vindics Tóth Lili Anna és férje Vindics Balázs atléták, Fónal Friderika kötélugró és Kovács Adriána küzdősportoló. Ők egy pódiumbeszélgetés keretein belül beszéltek sportágaikról és ahhoz kötődő élményeikről, tapasztalataikról. Lili Anna olimpikon, Dombóváron nőtt fel, így itt kezdte atlétikai pályafutását is. Hozzátette, mindig szívesen látogat haza, hiszen itt élnek a szülei, és a régi edzőjével, edzőtársaival is szeret találkozni. Az idei atlétikai világbajnokságon egyéni csúcsot döntött. Őt arról kérdeztük, milyen érzés volt megdönteni rekordját, és mi vár rá az elkövetkezendő időben. Nagyon örültem, hogy ez sikerült, bár egy kicsit jobb elosztású versenyben, vagy kicsit gyorsabb kezdése szerintem lehetett volna még jobb az időm, de próbálok azért nem elégedetlenkedni, bár egy sportolónak ez nehéz. Most éppen a pihenő időszakomat töltöm, utána pedig elkezdjük az alapozást, és a mezei futó versenysorozatokon fogok részt venni majd. A győztesek mind egyéni, mind csapatsportokban nyereményben részesültek. 3-5 és 7 ezer forint értékben vásárlásutalványokat fognak kapni a gyerekek az egyéni teljesítmény alapján. Az iskoláknak pedig, nem tudom pontosan, de ilyen több százezer forintos vásárlási utalványokat fogunk adni. Természetesen emellett az első 3 helyezett fog serleget kapni, érmeket kapnak, okleveleket kapnak, szellemi vetkedőn, sorversenyeken, akik úgy fognak szerepelni és győznek, ők talán még tortát is fognak kapni. Tehát próbálunk mindenre figyelemben lenni. Ez a nap Dombóváron a mozgásról szólt, így a gyerekek egy tartalmas és aktív délelőttöt tölthettek el, megismerve különböző sportokat.